egészségünkre. Kedves nézőink, nem tudom, hogy gondolkodtak-e azon, hogy én vagyok-e én, egyedül vagyok-e magamba. Hát, most kiderül, hogy talán mégsem vagyunk olyan egyedül. Nagy szeretettel köszöntöm Éliás Tibor természetgyógyászt, aki pontosan erre ad majd választ, hogy éle még bennünk valaki, valami, és ha igen, hányan. Üdvözöllek! Köszönöm szépen! Nagyon szomorú, de nagyon komoly problémákat tudnak okozni. A kis paraziták alig láthatók szabad szemmel. Vannak azért nagyobb acskák, akiket akár még a székletben is fel lehet fedezni, fehér kis valamiket, de hát sokféle van, és sokféle problémát okozhatnak. A legtöbbüket nem is vesszük észre tényleg, és akár évekig együtt tudunk velük létezni. De akkor mi a fenétől van az, hogy például állandóan éhesek vagyunk, pedig eszünk? Vagy mitől van az, hogy olyan fáradtak vagyunk, mintha nem lenne energiánk? Vagy miért változik meg a vérképünk? És még sok mindent mondhatnék, amire lám lehet, hogy ez a válasz. Nem biztos, de hát ezért vannak az orvosok, hogy megállapítsák nekünk, hogy mi az igazi eredendő probléma. Tehát van, ami jó, hogy van, és van, ami meg nem jó? Hát elsősorban azt, hogy nehéz felfedezni őket, mert ezek a jelek, amiket elmondtam, tünetek, ezek akármitől is lehetnek, sokféle oka lehet, és nagyon ritkán gondolunk arra, hogy talán nem keresett meg, talált meg bennünket egy élősködő. És hogy hogy találhat meg, ez is egy nagyon érdekes dolog, mert akiknek van házi állata, azok gondolom, hogy felkészültek arra, hogy az a macska nagyon sok felé kóborol, és az áldozata nem biztos, az a egérke nem biztos, hogy teljesen egészséges volt. De a kutyusok is összeszednek olyan dolgokat, ami. És akkor az ürülékükkel ez távozik. Amit az ember mondjuk egy mezitlábas mászkálással, ott maradt egy kis valami, és nem tisztálkodott rendesen, bekerül a szervezetbe. Bárhogy. Ránk bárhogy. Kerülhet, észre se vesszük. Bárhogy, bizony. Ez az életünk. Ez az életünk. És nagyon sok módját keresik már a megoldásnak, és lám-lám megint egy új dolog, egy új oldaláról ismerhetünk meg egy önök által remélem már ismert növényt, amely újra terítékre kerül, az Artemisia annua, amely igencsak jó, jól vizsgázott ebben a versenyben, hogy mivel lehet megszüntetni a parazitákat. Hát gondolom, akkor ez a csodálatos példány, ez pont ő lesz. Igen. És egy ritka, szép, egészséges formája. Megmondom őszintén, hogy nálam ezek a növények egyenként vannak szeretgetve. Tehát fejlődésük során idomítom, és például ez egy csúcs, egy másfél méteres növénynek a csúcsa volt, és eltettem, hogy aki hozzánk bejön, az lásson egy igazi szép példányt. Na most de akkor, még az illata is finom. Hát egyértelmű. Idejét. Egyértelmű, mert a talaj is egészen más, mint amit általában szoktak adni. Hiszen te hoztad a magokat Kínából, te ültetted, vigyázol a földre, a környékre. És hiszed vagy nem, a mai napig is bújom a szakirodalmat, meg a egyéb területeket, hogy hogyan lehet még hatékonyabbá tenni. Például az, amit mi csinálunk, és annyiszor mondtam már, hogy kétféle van, az egyik az általános annua, amely úgy készül, hogy megnől a növényke, aztán legtöbb helyen gyökerestől kihúzzák, megmossák a gyökerét, fölakasztják száradni, és amikor megszáradt, akkor darálóba be, és úgy, ahogy van, megy át. Na most, hát nem hoztam magammal, de azért kiveszem, hogy ennél sokkal vastagabb ágak is vannak, ugye lefelé egészen újnyi hüvelykúj vastagságnál is vastagabb ágak, és ezek is darálásra kerülnek. Én viszont így egyenként ezeket a bimbókat szépen... Egyenként. Hát nem egyenként, jó, értem, hanem így, szóval... amit az ujjammal át tudok fogni. Na most ezt azért ledolgozni úgy, hogy... Nagyon nagy munka. És ami visszamarad az ág, talán attól ennyire jó ez a fajta, hogy abból komposzt lesz. Bedarálom, és ezzel táplálom a földet, még sok minden mással is. Nem mindegy, hogy a földnek milyen a kémiai hatása, tehát rúgos vagy savas, és nem mindegy, hogy mikor és hogyan locsoljuk. És állandóan ott kell lenni. Szóval...
Nagy munka, elismerjük. Ez van a háttérben, mi meg csak úgy bekapunk egy kapszulát. És de azt én hiszem, szeretek hogy... jót adni. Na. Hát szóval az egész gyógynövény kertészetem abból indult ki, hogy ugye édesanyám, édesapám műhibák következtében haltak meg. Édesanyám gyógyszer túladagolás és gyógyszer mérgezés következtében végül is. És sok, egyszerre sok ilyen volt, és akkor azon gondolkodtam, hogy hogyan lehetne ezen változtatni. És arra jöttem rá, hogy hát először is minek a gyógyszer. Jó, nagyon-nagyon sok gyógyszer kell. Nagyon-nagyon sok. De azért vannak olyanok, amik a természetben talán még jobbak. Hogy csak egy-kettőt mondjak, ugye önök is tudják, hogy a valeriána az nem más, mint a macskagyökér. Egy isteni, nagyon jó gyógynövény. Nem sorolom tovább, mert műsoridő nem elég. Viszont elkezdtem csinálni más gyógynövényeket, termelni a kis telepemen, és rájöttem arra, hogy egészen mások, ahogy te is az illatát érzed. Nem mindegyiknek érezni az illatát. Látom, hogy borzasztó nagy jegyzettel készültél. De nem is nézek bele. Azt hittem, hogy föl akarsz valamit olvasni, mert fontos. Jó, akkor térjünk vissza, hogy segíthet akkor, mert gondolom, hogy akkor ebben is a paraziták ellen is nagy szerepe van. Ő csak egy társ a megoldásban, hiszen, kedves hölgyeim és uraim, már nagyon régen beszéltem az úgynevezett probiotikumokról, de most eljött az ideje, hogy újra felelvenítsük, hiszen a probiotikumok nem mások, mint a hasznos lebontó baktériumok, amiket a pocikánkban illenék visszapótolni. Miért, hova tűntek? Eltűnnek. Azért tűnnek el, mert nem fejlődik megfelelő, tehát odalent nincs megfelelő környezet, kevés a probiotikum, és abból is kevés fajta. Legalább 6 féle probiotikumnak kellene ott lent lenni, ahhoz, hogy úgy azt mondjuk, hogy na ez most már talán rendben lesz egy időre. De ahhoz, hogy a probiotikumaink szaporodjanak, ahhoz úgy kellene élni, meg úgy kellene táplálkozni. Summa summarum, én azt mondom, hogy itt az ideje, hogy aki úgy gondolja, hogy tényleg egészséges hosszú életet akar élni, az ott kezdje, hogy az emésztését tegye rendbe. És azt hogyan lehet? A probiotikumok pótlásával, párhuzamosan az anul szedésével. És most már 5 indokot tudok mondani, hogy miért kellene minden nap szedni. Nem tudom, hogy önök között van olyan, aki csak úgy elkezdte szedni az anulát, de nagyon sokan hálásan köszönik, hogy semmi, az égvilágon semmi problémám nem, sem az a Covid-tól, sem az leszármazottjaitól, sem a daganattól, semmitől nem szenved, hanem egyre több az energiája, jobb a közérzete. Na most miért kapta az orvosi Nobel-díjat ez a növény? Azért, mert a kínai professzorasszony nagyon sok mindent megállapított róla. Hát azt, hogy több ezer éve a malária vírus egyetlen természetes megoldása volt. Aki kapott ilyet, az élt. Aki nem, az meghalt. Ilyen egyszerű. És most megint azt tudom mondani, az elmúlt évek tapasztalata alapján, aki kapott és megelőzte a dolgokat, annak az égvilágon semmi baja nem volt. És a mai napig is szedi, hogy ne is legyen. Hát akkor ismét az Annó Artemisia dicsérete a mai műsorunk. Mert ugye az első, ugye, ahogy kezdtem mondani, a malária vírus megszüntetése, a második, amit felfedeztek, az a COVID elleni, ugye az már jobb pár évvel ezelőtt hát, volt. Hát, melyik volt előbb, igen. A daganatos betegségek és iránti utána jött érdeklődés? Igazad van, a daganat jött másodszorra, a harmadiknak jött a COVID és társai. Negyediknek jött az, hogy hát alapsejt regenerátor, ami azt jelenti, hogy az elpusztuló sejtünk, ugye minden sejtünk elpusztul pár nap alatt, de nem mindegy, hogy az most 5 nap alatt, vagy 12 nap alatt, most mondtam egy persze számot. Ez viszont segíti a hosszabb életét. Régen beszéltem a telomérekről, telomér gyűrűkről és a telomeráz enzimről. Kérem szépen, benne van. Tehát a szószoros értelemben élethosszabbító, aki minden nap szedi. Én 3,5 éve 2-szer 2-t szedek minden nap, de lehet, hogy látszik is, hogy vagyok még annyira.
Szóval, és az ötödik, amit most mondok, a szervezetünkben lévő paraziták megszüntetése és az immunrendszer felerősítése. Magyarul, hogyha ezt az ötös fogatot megnézem, akkor a teljes testi védelem megvan, igaz? Már más nem is kell. De hát azért kellenek a vitaminok, ásványi anyagok, de mondjál csodát, hát ebben is van vitamin meg ásványi anyag. Hát valószínű. Hát hogyne? Tehát akkor te továbbra is tervezed, hogy a tanyán ülteted, ápolod őket? Szerintem egyre nagyobb szükség lesz rá, és hogy pár évvel ezelőtt nem is hittük volna, hogy ennyi mindent tud. Hát mondom, 1700 évvel ezelőttről származik az a kínai levél, amelyben azt írta az illető annak idején, hogy ugye az ősidők óta ismert növénnyel tudjuk a malária vírust megszüntetni. Tehát ősidők óta már ezt használták. De eltelt azóta 1700 év, és most egy egyszerű megszállott hölgy Kínában, jó, felső utasításra, de éveken keresztül az anua tanulmányozását folytatta, míg nem 2015-ben még orvosi Nobel-díjat is kapott a növény és a szakértője. Hát ez nagyon-nagyon jó dolog. Tibor, most jön a nyár, mennyire vagy te azért még most is elérhető? Nagyon. Nagyon, mert tudom, ez egy kicsit patetikus, de elárulok egy titkot itt a családba. De tényleg, eddig nem mondtam senkinek. Mit ad Úristen? A legnehezebb a családtagokkal. Az én drága nővérem tegnap felhatalmazott, hogy elmondjam, hogy neki vastagbéldaganatot állapítottak meg pár hónappal ezelőtt. És kibeszélem, mert fel vagyok hatalmazva, hogy ő azt mondta, hogy majd, te maradj, te énekelj, te beszélj, csinálj, amit akarsz, te engem hagyd békén. Ugye úgy ismert meg a virágos Tibike, az énekes Tibike. Aztán történt valami, és felhívott, és azt mondta, öcsi, mindent hozz, amit gondolsz, mert érni akarok. Tudnék, elindult az átételeződés, és eléggé súlyos állapotba került. És miért kellett ezt megvárni? De ezt meg kellett neki várni. És tegnap kint voltam nála, és mutatta a legújabb mérési eredményeket, és metasztázis nem található. Tehát javult. Átételeződés nincs. Hihetetlen. Eltűnt. Érted? Nem szoktam mindenkinél így meghatódni, bocsánat, de mégiscsak a nővéremről van szó. Szóval ezek áttörések, kérem szépen, harcomnak a megvívása. Mert ha az ember testvére nem hisz, attól én megyek tovább, mert nekem ön ugyanolyan fontos. De ha egyszer lehet egyszerűen, akkor miért csináljuk komplikáltan? Elvégre nem csak a Nobel-díj bizonyítja ennek a növénynek a jóságát, hanem most már csak Magyarországon sok ezer ember, és a világon hány tízmillió, aki hát megmaradt és egészséges. Köszönjük szépen, Tibor, ez nagyon tanulságos volt, főleg az, hogy ne várjuk meg. Miért kell megvárni, amíg kimutatják az áttételeződést? Nem, miért kell megvárni, ameddig a daganat kialakul, egy vírus kialakul? Miért nem lehet az immunrendszerünket rendbe tenni, mielőtt még baj van? Nem akkor ássuk meg a kutat, amikor szomjasak vagyunk. Hát ássuk meg a kutat most, készüljünk fel a legrosszabbra. Hát mi történhet? Csak jobban lehetünk akkor is, ha nem lesz semmi bajunk. Köszönjük szépen! Kedves nézőink, ezzel véget ért a Tea Glóriával mai adása. Azt hiszem, hogy nagyon sok hasznos dolgot mondtunk el. Hova menjenek kirándulni, milyen koncerteket nézzenek meg, illetve tanultunk sokat Tibortól. Én azt hiszem, hogy segítettünk egy kicsit a következő hétre, meg az azutánira is. Na de, aki mégis többet szeretne tudni,
az nézze meg a weboldalunkat, www.teaglóriával.hu, nézze a Facebook oldalunkat, barangoljon ott egy kicsit, vagy hívja a műsor állandó telefonszámát reggel 9 után, de este 9-ig, ezekkel a témákkal kapcsolatban érdeklődjenek, másra nem tudok válaszolni. A telefonszám így szól, 0620 9 340 330. Ott vannak az ismétlések, ha mégis lemaradtak volna valamiről, csütörtök hajnali 3:30-kor, csütörtökön ebéd után 1:30-2-kor is velünk lehetnek, majd szombaton 18 órától, vagy vasárnap reggel 8-tól nézhetik meg az utolsó ismétlést. Jövő héten persze új érdekes témákat hozunk, és sose feledjék el, amit Tiborral mindig mondunk önöknek, hogy éljenek egészségesen.